Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Folytassuk a Volt Szenest. A harmadik fejezet következik, aminek azt a nevet adták, hogy nem számít az esély, de itt fölül azt írják, hogy a béke illúziói. Az ellenséges vonalak mögött Valériával az utolsó harcot vívod, hogy Ahriman, a harag bukott hercege ne emelkedjen fel, és nyugtasson le mindenkit. Lenyugtat mindenkit majd az Ahriman. Ugye kiderült a legutóbbi adás alatt, hogy Heimlok már régóta az örökkévalóság óta Ahriman eljövetelére készül, ezért is van az, hogy néha így bevillan a személyen vörösesen, ilyen törésekkel. És megküzdöttünk Lambakkal is, aki mielőtt még megküzdöttünk volna, elengedte a sérült Valériát, hogy cserébe bekebelezhessen, magába olvaszhasson minket, úgymond. És megszereztük tőle a Hérion első részét. Így megyünk a Karmazsin erődbe, ahol a második rész található, ha minden igaz. A negyedik fejezetre azt mondtátok, hogy nagyon kemény, úgyhogy állok elébe. Ja, és jöttek tippek, javaslatok a játékkal kapcsolatban, úgyhogy majd azokat is megnézzük, kipróbáljuk. Volt már. Beszélj Gernesével. Ugye itt van ez a szobor, aminek nincs kard a kezében. What's wrong? I'm not sure. We've reached the Vault of Truth. Let's go. Agreed. We could all use some rest. We won't find rest down there. What are they waiting for, out in the open? And if that does not give you pause, then the yellow smoke should. What is it? Some kind of signal. A pápa választás. Ja, hogy betörtek a folyosókra, hát majdnem ugyanaz. We built a network of caves among the vault's foundations when hostilities with the Republic were at their peak. Fallback shrines in case something went wrong. We should find one of these nearby. Fura ez a perspektíva. Keresd meg az igazság termébe vezető utat. 8 óra 55 van. Na, még az az információ is ott van? Nem is figyeltem. Mi ez az early stream? Hát haladni kell a Volcenessel. This shrine is occupied. Who goes there? Identify yourself. Stand aside, boy. Where is your commander? Állj félre, te fiú. Near the campfire. You think we did the right thing? Abandoning our brethren like that. You've seen it as much as I have. Gnes? Is that you? Gendrys. You made it. Gendrys. Are you the ranking officer? I was, but you are now. What happened up there? Several weeks ago, a demonic spawn of a new kind revealed. Új fajta démon ivadék. Hoppá. Sinadrael, herald of the blind prince. A vak herceg hírnöke felfedte magát. It didn't even have to fight back. It just changed them. They seemingly lost the will to fight, becoming thrall to its will. Soon, most of us fell to its magic. The pacification. A nyugtatás elkezdődött. A harag felemelkedése. The cult of the blind prince gets stronger and bolder. Sanadrahel leads the first of waves of legions to come. Lady's mercy. We have to warn what's left of our armies and... And what? Fuel Ahriman's ranks further? There is not time for that. We act now. What's in your mind? Was the inner sanctum breached? No. I sealed it myself before leading those I could convince down there. Good. We'll assemble the Hellion and use its power to stop Ahriman's conjuring. You can't mean it. Oh, trust me. I do. What does that mean? You haven't told them, have you? No wonder they agreed to this. What will happen if we use the Hellion?
Na mi lesz akkor, ha használjuk a heliumost? Dawn herself created the Hellion by imbuing part of herself into it. She gave it to our ancestors so that we would have a weapon to summon her powers to defend mankind if everything else had failed. Anna, te egy részét magába mint az abba a heliumba építettem. While it fulfilled its function and brought victory, és hozott valami mást is. Could not anticipate its use broke something. We still do not know why it happened to this day, but conjuring Anathea's powers for just a few seconds opened an abyssal rift far to the north, easing the passing of demonic entities from the abyss into this world. In saving themselves, they put at risk all future generations. Megmentették önmagukat, de a jövő generációját veszélybe sodorták. Our ancestors broke the Hellion in half and hid its pieces in two vaults, forbidding its reconstruction. It's too risky, Ganez. Only a madman would wield such power. I don't care much for that mumbo jumbo. The way mumbo jumbo. The pacification has already started. Republicans have fallen to it in Crimson Keep, and now your precious vault is already turned. And Araman isn't even here. We hardly have the luxury to play it safe. Ganez, you should have told us. But she's right. One man has a plan, the other has doubts. I go with the plan. This is blasphemous. We will do what must be done, brother. We will stop Araman, with or without your help. I don't know. We can't take that decision. The stakes are too high. We cannot wait for them to make up their mind. I will prepare a prayer to shield my men and Valeria against the pacification for the battle to come. Meanwhile, you move into the vault and get the Hellion's second piece. Wait, won't I be pacified? You're an ascended. Act like one. You will resist it. Minket nem tudnak megnyugtatni. Now, go. Attune yourself to the Searing Song's altar at the end of each of the vault's wings and unseal the inner sanctum. There you shall find what we seek. Good luck, sister. Szép öregen, sziasztok. Ez a game nagyon jó, csak valahol itt hagytam abba, mert jött a Diablo új szezonja, igen. Ó, igen, ez mondjuk baj. Rendet kéne itt rakni gyorsan, mielőtt nagy gyilkolászásokba kezdeni. Don't be shy. Mahabe has everything a soldier needs. The quality on this one is unmatched. Hát ezen nagyobb az erőpajzs. Az biztos jót tesz nekünk. Ezen meg méregsebzés van. You have a good eye. Hűsebzés a varázslathoz, HP meg kritikus varázslati esélyérték. Mehet. A fine item. Thank you very much. Plusz 30 erőpajzs. Uh-huh. 495 erőpajzs. Nem kaptam meg amúgy a legendary, hogy van legendary itemem, pedig amúgy van, de nem kaptam meg az acsit hozzá. You have a good eye. Hát ez lehet, hogy érdekes. Please,
Az olyan, hogy ez a támadásokat erősíti nekünk, az meg ugye nincsen. Legalábbis per pillanat. Düh ital. Ja, lehet, hogy azt is kéne használni, bár ahogy látom, azt nem lehet oda tenni. Na, egy kicsit rendet raktunk. Ki kell nyitni az igazság termének titkos bejáratát. Tune to the Lady of Dawn before that gate opens. Na mit szólnak majd itt az emberek? There is a nefarious magic echoing through these halls. The cult of the blind prince has been hard at work. I'm unstoppable. Hopp, szintet lépett a hajnalbástyánk, csak mondom. Na végre erős ellenfelek. Hát engem egyre inkább feltűzeltek, hogy nyomjam a Grim Dawn-t. Állítólag igen, az jobb, mint a Pol 2, Zakika. Érd el és hangolodj rá a másik szárny oltálára. Oltárára. Ja, jó. Something is watching me. I can feel it. We should move on. Dehogy, vendég, ez csak ilyen mém. Ez csak mém, hogy ez a játék jobb, mint random, tehát hogy random másik játék a kategóriáján belül. Ha nyomtam a Titan Questet, de csak az alapjátékot. Mármint, hogy az Anniversary Editionnek az alap részét. Tehát nem nyomtam az Atlantis például, meg a nem tudom még mi volt. Ismerős lesz a Grim Dawn? Na kíváncsi leszek. Ki
nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen. Ja, semmi gond, vendég. Ez azt hiszem onnan eredeztethető, hogy a Last Epoch-nál gyakorlatilag óránként volt egy kérdés, hogy a Last Epoch az jobb, mint a Diablo, vagy jobb, mint a Poe? Vagy hogy mennyire jó? Ja. Ez mi? Mi az, hogy a törés is ávjához hat? -20% hamarabb tudom törni, de az miért jó? Tehát az meg +50-et ad a törési sávhoz, és ugyanúgy mágikus tárgy esélyt ad. Ah. Nem kellett volna elfogadni, és akkor meg tudtuk volna nézni angolul. Hát ha angolul értjük, hogy mi van. Igen, az is nagy kedvenc volt, hogy honnan töltöttem le a magyarítást, igen. Melyiknek élvezem jobban a gameplayt, ennek vagy a Last Epoch-nak? Hát a Last Epoch az kicsit tovább vitte a... Tehát a Last Epoch látszódik, hogy inspirálódott ebből, és nekem a Last Epoch spell rendszere jobban tetszik, mint ez. Legalábbis eddig. Na. Nézzük. Hát ha most... Akkor mindegy. Egy jó kis cursed chest. Az igen, milyen varázsló cuccok. -441 erőpajzs. Elemi sebzés a prédára. Ez itt már a préda? Valami izé goblin volt közben. Lód goblin volt, vagy mivel volt itt a küzdelem? Ezeket majd megnézzük. Elemi ellenállás jöhet. She lights the darkness and brings clarity. Our path is the only one. Hara, egy ez egy harag fagy most is. Luck favors the bold. Jó. Somia, egy unique item. Varázslati képesség, sebzés, szorzó 15%, az mondjuk elég erős. Maximális életerőt bukunk, bölcsességet kapunk. Ez nagyon jónak tűnik. Can't wait to try it out.
Jó van. Jelöl az igazság szentélyét. Na és akkor azt mondja, hogy vedd fel Helion második darabját, tehát ezek szerint ez ennyi. Bár a karakterünk azt mondja, hogy valami nincs rendben, tehát lehet, hogy nem lesz ott a második darab. Bezárkóztak, de ettől még le lettek nyugtatva. Jó, Matt. The second piece. I know you're around. Show yourself, Synadrahel. Ascend it. Give up your anger. Give up your fears. Let me soothe your pain. I can bring you peace. Diablo. You took your time to show up. I needed you to open the inner sanctum, and you did not disappoint. If you came here for the Helion, I'm afraid you're disappointed. A Temmuz Diablo. Oh, is that so? I attuned to her lights. As long as I stand. Ráhangolódtam a fényre. A belső szentély nekem engedelmeskedik. Only to turn. Give me your wrath. All of it. Only peace shall remain. You will be an even better slave than the one you call father. No! Ez a Doabli? No. Milyen fekete lett a karakterem, szóval. I thought Ahriman would have sent his best. Azt hittem, Ahriman a legjobbat küldi. Underling. You can't defeat me. Do not worry. The demons of a vicces poénak már boomernek számít, hát az már nagyon jó pár évvel ezelőtt. Van egy LOL accountom, az a neve, hogy majd eladom eBay-en, angolul ez a neve. És elmondom, basszus, az eBay az már 10 évvel ezelőtti poén. Szóval temón kellene eladni. We take that one together. Három démon egyszerre? This slayer is not to be trifled with. Now we feast. You really thought my ego mattered? El kell pusztítani őt és a szövetségeseit. Ő itt Lothai, a szunnyadó vízhangja. Nem tettem le a buffot a földre. Ő híleli magát, az komoly. Azt a rott gyomra. Meghegesztve. Sebezhető. Vévált. Menj vissza a gazdádhoz, és mondnák, hogy ő a következő. Ennyi. Akkor úgy néz ki, hogy nem ez lesz itt a lényeg. Jó, visszamegyünk a hajnal kereszt táborban. De korán kezdődött ma a stream. Igen, igen, igen. Ganez, I did my part. Here's the second piece. It's on you to make something out of it. The power of the searing song at one's command.
Let the Hellion fulfill its function once again. Anathea, may your light break Fury's ascent. Na mi lesz, hogyha használják? Power is contained within. A glimpse of her energy. Good. We have the weapon. We were supposed to have an army of truth seekers at our back to clear the way to the monolith. How are we going to get through the thick walls of Crimson Keep with so few left? While you were gathering the second piece, we've been busy trying to find. Hopp, egy bejáratot kutattak fel. Chaos to our advantage. As we speak, the third Purifier's Legion is laying siege to Crimson Keep to try to regain control of it from the pacified troops inside. Republicans of the Senate against Republicans of Ahriman. In time, the Senate will lose the whole Legion. And worse than that, they will all end up pacified. And yet the mayhem pacifying sokkal komolyabban hangzik angolul, mint magyarul az, hogy nyugtatás. You plan to have us cross Republican siege lines before even reaching Crimson Keep. Correct. It is the only way to seize the momentum that the purifiers are az én fülemnek. Unknowingly building. The daybreakers will move with a naptörők velem jönnek. They will send troops to stop us, but we will storm through to get to the Crimson Keep's main gate. Meanwhile, you should meet less resistance as you go your own way through the trenches. Reach the keep's walls, find a way to their top, cut your way through pacified thralls, and open the main gates. We will meet you in front of the monolith. Using the battlefield's chaos to our advantage is a double-edged sword, Ganez. Still, you are right. This is bold enough to work. Valeria will join you. It cannot hurt to have Fury on your side, too. Oh, and, thank you. Thank you for everything. Jól hangzik a naptörő? Daybreakers, we march to war! One with the light! One with the light! Egyek. Egyek a fénnyel. Az volt odaírva, hogy egyek. Azt úgy is írják amúgy. Azt amúgy lehet, hogy úgy írják. Amúgy azt valószínűleg úgy írják. Igen. Mert hogy egy. De ez fura, ez nagyon fura volt így leírva. Hogy egyek. Ja. Mert hogy hirtelen arra asszociáltam, hogy egyek, ugye? De amúgy ez így helyes. Hát innen az kell, ami sokat ér. Az 201 vár. So you're not a Republican anymore, but you still dress like one. A dead one. And you plan to confront their Grand Inquisitor. There. Hemlock works for the Covenant of the Blind and Ahriman. Probably always has. He's as much a Republican as I am now. If stories about him are true, I hope you don't cross paths with him. For your sake. I know what to expect now. So this is it. We march to war. Against the Purifiers. Against the... Maga a harag ellen megyünk háborúba. You know the plan? I know their plan all right. What about ours? What do you mean, ours? We open the gate. I'm talking about Hemlock. You know he will be out there. Opening the gate is one thing, but we have to rat him out and finish this. One way or another. I know, sister. We end everything this time. No matter the odds. No matter the odds. Sister, I'm proud to do this at your side. Me too, Val. We'll get through this together. Na, a vörös pusztaság. Ez micsoda? Ja, tudom már. Ez az, ami feltöltje, hogy legyen ősi eszenciám.
Defense is waning. Tetszik, hogy így lerakom a izét, az aurát magam alá, és így megolvasztunk mindenkit. Még a Diablo. If Hemlock's possessed, you think we can still save him? He is not possessed. Small difference. I disagree. He willfully put himself in the service of Araman. I don't see why he would do that, but he did. There is no saving him from himself, is there? Frankly, I don't know. We have awakened his will to resist. Hát igen, nagy valószínűséggel Hemlock ellen kell majd küzdenünk. Maybe we should assist him to break free, rather than put him down. He turned Edric against you. He abandoned me when he could have stopped Melis. Even if we could bring him back, I'm not sure I could forgive what he did to us. You judge the Grand Inquisitor. I see a prisoner of his own mind striving for moments of freedom. Would you have done any better? I wouldn't have made a pact with Araman in the first place. But get your point. Can't manage that. Ezen a harmadik karrierben a szezonban elég volt most egy kicsit. Hogy most így körbejövünk. Mert itt simán lehetett volna lefele jönni, de nem erre küldött minket a kutyus. Rossz a szimat. Na, kiskutya most mennyire visz minket olyan körben? Oké. Okay.
Tehát kis mennyiségű arany, vagy kis mennyiségű arany és okkult pajzs. Tehát a kis mennyiségű arany. Hopp, hopp, bársony lila festék. Ezeket a festékeket majd ki kellene próbáljuk. Mert eddig egy festéket se használtunk, meg így nem transzmogoltunk. Szóval a kérdésedre válaszom, láttam, elfelejtettem válaszolni, hogy lesz-e vault nyitogatás? Lesz. Bocsi, én felejtettem el időbe reagálni. Jaj. Heimlok? Nem. A spanunk. A G betűs spanunk. Egyek fénnyel. Utazz át a köztársasági hátsó vonalon. Ott a harc. Ez tetszik amúgy. Ez amúgy tetszett nekem a Diablo-ban és a... Hát nem emlékszem, hogy hol volt ilyen. De az Areat hegységnél volt olyan, hogy így le tudtál látni egy olyan részre, amit ahonnan jöttél, ugye? Mit teszek a fényjel? Hát egy kis WoW fényjel. Lost Ark-ba volt? Lehet a Lost Ark-ba volt. Hát akkor a Lost Ark jobb. De amúgy ebben a poén az géles, hogy ez nem gépi magyarítás, hanem ez az alapból a játékban van. Mondjuk az nem zárja ki a, hogy gépi magyarítás lenne. Hát a Lost Ark-ra már nem emlékszem annyira. Azt tudom, hogy valamelyik év februárjában jött, azt hiszem, és brutál jó volt. Ellenfeleknek van 25% max életerője, az jöhet. Igazából nem számít. Nem, elvileg nem, nem a vége az akt 3 a volt szennek, mert hoztak be egy negyedik aktot is, amire azt mondták a srácok, hogy nagyon hosszú. Ugye ezt hozta be elvileg az endgame frissítés. Elvileg. Free DLC-nként adták? Na ingyenes content, aha. Nem tudom, hogy ezzel jól vagy rosszul jártak, mert ha azt nézzük, ingyenes, de nem nagyon van player. Ha pénzért adják, akkor meg lehet, hogy hamarabb mentek volna el a játékosok, nem tudom.
feel stronger. Sister, help! Sister. Senátusi cipőm. Csöngettek volna. Nem tudtam lebörszölni, mert dodzsolgattam, mint egy noob. Te mindig üdvözlendő, ha így később meglepik a player base-t egy checkpoint, de úgymond megajándékozva azokat, akik már éve már nyomják a játékot, és nem csak új bevonzással, jutalmazással. Hát nem tudom, az ez, de én nem követtem annyira a Volcennek a sorsát. Viszont ugye az, hogy bejelentették nemrég, hogy hát gyakorlatilag magára hagyják a játékot, és leállítják a szervereket, ez elég szomorú. De tény és való, hogy nagyon rosszul építették fel azt, hogy így mi legyen a játékkal, hiszen ha megveszed egyszer, megvették sokan, akkor hogyan lesz pénz? Mivel tartják bent a szervereket, ugye? És nem utolsó sorban, miből fejlesztik a játékot? Hát ja, most valószínűleg az lesz amúgy, hogy majd megcsinálják a rajongók, hogy lehessen multizni. Már ha van annyi rajongója a játék. A szervek leállítása a kóp is kikerül, aha. Igen, igen. Megszűnik a multi gyakorlatilag. Oké, már direkt offline-ba indítottam a játékot. Hát jó, hogy én a volt szenkettő. Most 52-en vannak fenn Steam-en, szerintem nincs nagy rajongó bázis. With me.
Hát nem tudom, ami, hogy nem tudom, hogy mi adhatja az újrajátszhatóságot, illetve az endgame-et ebbe a játékba. Lehet-e valamit grindolni? Azon kívül, hogy full legendary-ba leszel, jó statok és súni. Hát nyilván az még RPG-be megvan. Hát azt sem tudom egyébként, hogy milyen lehetett a játék online-ja, szóval hogy így nem tudom, az így mennyire volt jó. Mennyire örültek a játékosok, hogy volt, mennyire használhatták. Ebben jobb az endgame, mint a Diablo 4-ben. Igen. Lee Sin. A lolosok. Megjelentek a lolosok. Nem jártam utána annyira, de azt hallottam, hogy durván bugos volt megjelenéskor, és évekig nem javították ki, és így kb. Megszűnt a játékos bázis. Utána adtak ki Chapter 4-et, de már mindenki tovább ment, de nekem furcsa ez amúgy, mert szerintem tök jó itt az endgame. Uh-huh. Jó kis Cursed Shrine. És nem volt benne nekünk semmi hasznos. Sajna. D4 az jó bőrben van? Hát szerintem a D4 az jó irányba tart, inkább úgy mondanám. Na, Valériával együtt le kell győznötök a harag által küldött erősítést és a portáljuk segítségével feljutni az erőd falhoz. Do you feel that? Yes. Something's coming our way. Érzed ezt? Valami közeleg, srácok. Valami közeleg. Heimlock. Val, stay on me. We take him together. Na és itt a Diablo. Kill them. No. What did you say? I will serve you no longer. You will obey his command. Turn around, children. Save yourselves. Kijátul az ellentámadást. We've got to help him. Bácsinak miért van ekkora Honorland a vállán? Hát elvileg azért van, hogy motiválja a körülötte harcolókat.
Brenda! He's resisting Ehrman's call. We must buy him time. Ha jól vettem ki a szavaitokat. Az mi? Majdnem haltam. A vak herceg szekta tagja is idejött. Jézusom! Büntető exováz. Meg se tudom sebezni. His whispers have stopped. I am free. Can you fight? I can. You defile our peace. There is no place for you. Lenyugtatott P90-es kísérlet. If we can't break your mind, your body will do. Jó. That was the last of them for now. This is our chance to push forward. A moment. Father. Which side are you on? Szóval, Krisz, szavaztok sáncok. In the middle of this nightmare you have awakened me. Your own struggle inspired me to fight back. This is not over. We have to stop Fury's ascent. Ahriman approaches. I know. And yet we don't have the power to stop the ritual. We didn't come alone. As we speak, a group of Daybreakers escort the Hellion toward the main gate. With it, we'll stop the ritual. The Hellion? It is reassembled. Then there is not a second chance. Those Daybreakers will get slaughtered if the gate isn't opened when they reach it. Sure, let's all hold hands together. You made a pact with Ahriman. How could you let that happen? When my powers unraveled, I was a young Justicar. My beliefs crumbled on themselves as I opened myself to the spiritual world. A life of war hadn't prepared me for the brutality concealed within the knowledge I would soon harness. What knowledge? This world is off course. Unbalanced, abandoned. We humans are mere tools left to the numerous fallen primordials, fighting and scheming to return from the abyss, or devising ways to change all of creation to fit their own design. I tried to find us a protector. Surely primordials remain to shield mankind against these absolute threats. If the Daybreakers can conjure the Dawn magic, Anathea herself must still be watching over us. But Daybreakers admitted that summoning her magic was all they could do. Her voice, her insights were non-existent. As I felt the growing threats at the gates of mankind, I scoured the world for years trying to contact her. All in vain. At my most desperate, it was not Anathea, but Ahriman who appeared to me. He confirmed what I thought was the undeniable truth. After ravaging the world with their own conflict, primordials abandoned humanity to war, division, and disease. He came to me to correct that failure. He offered peace to the four realms through unity,
a way for the Republic to fulfill its vision and gather mankind under a single banner. But it came with a price. I needed to surrender my free will so he could guide me. The young man that I was, I agreed and embraced this vision as the only possible path to salvation. I was fooled. Becsapták a főinkvizítort. The grip grew stronger. Then came more war, more loss, more pain. Really? Tell me, father. Was it Ahriman when you stood aside as Maelys arrested me? Was it Ahriman too when you let her chase me like a dog? I am not asking you to forgive me. I made choices to protect what I could. I chose to lose you so that your ascended sister may survive. If you thought that choice didn't bring me pain, oh, you would be mistaken, daughter. As a free woman, you will have the luxury to fill your heart with hatred because of what I did. But for that to happen, we have to stop our own enslavement. We have to stop Ahriman. This isn't over. I'll be keeping an eye on you. Kár, hogy amúgy ezek a jelenetek, ezek az 5-10 perces jelenetek, amíg itt beszélgetnek a karakterek, ezek a beszélgetések nem cinematika alatt történnek. Én amúgy ezt érzem, mert ettől olyan, nem tudom, kevésbé érdekesek. Azt mondja, hogy annól még PS1-2 és 2-es időszakban imádta a couch co-op játékokat, mondta néhány. Hát hol cinematik, de ez alatt is lehetett volna. Mindannyian játszottunk, ami elérhető volt ilyen módon, aztán jött a WoW, aztán WoW után visszatértve a Chaos Go gaming élménybe, azt látom, hogy minden coop, minden multi csak online lehet. Hát kevés az a játék. Próbálnak ugye a live service-re építeni. Ugye ugyanúgy egy helybe álltak, amikor volt cinematic is. Szerintem sokat dobna ezen a játékon, hogyha lenne cinematikus. Who is the Hellion's carrier? Eos Genez. He leads these Daybreakers. Genez? I guess fate has no shortage of irony. You know him? He's the one I talked to when I first saw about Anathea. Nyilván nem volt soha igen. We were both foolish young men at the time. Divinity 2 és a cinematikus, még a Baldur's Gate 3, igen. Nem tudom, én itt speciál azt érzem, hogy nekem hiányzik, hogy cinematik legyen, hogy így izgalmasabb izgalmasabbak lehetnének itt a beszédek. Életerő, erőpajzs. Anyagi és elemi sebzés szorzó, de AR sebzés szorzót kapunk. Az árnyalapú varázslatok akaraterő helyett dühöt használnak. Van olyan unkam, hogy... Szerintem nincs. Hát ha az érdekel titeket, srácok, hogy mikor mi lesz, akkor javaslom a menetrendet. Bátran. Az nagyjából egy iránymutató. Thank you.
mint a jó felmegyek. Hát ugye a Pelvernél is volt hír, hogy iszonyatos pénzekbe kerül a szerverek fenntartása. Megtaláltunk. Vajon mi lehet a helyzet a Pelvördel? Nyomják még azt az emberek? Jön hozzá valami content update? Don't be shy. Mojave has everything a soldier needs. Your patronage is appreciated. Your patronage is appreciated. Egy kis étersebzés. Ez egy árnya. Nincs árnyunk. A fősebzésünk anyagi. No, basszus. Azt nem akartam eladni. Jó, itt van. Please look around. I'm sure you'll find something that takes your fancy. Most egy új map és új pelek is. Komolyan? Az nagyon király, Morulf. Szeva a gerépam. Szevasztok, srácok. Na, fejlődjünk egy kicsit. Gerépa, mert gerappa, ugye? Szeva Dominik. Ilyen ázsiai beütésű map jön. Summer Game Fest nem volt róla videó. Igen? Ja, azt még nem néztem meg a Summer Game Festet.
Ezt nem is néztem, hogy itt... itt lehetne váltani. A táplálkozó raj átalakítja a fegyver fizikai sebzését tűzsebzésé. Ételsebzés, méregsebzés, hasítósebzés és villámsebzés. Amelyet egy kis ételsebzés. Fizikai sebzés, ánysebzésé, méregsebzés, tűzsebzés. Megnézzük ezt az árnyat, ez itt mit csinál? Gyógyít. Tűzsebzés, ánysebzés. Na, mégiscsak lehetne itt ánybildet csinálni amúgy. Méreg. Tűz, szent. Egy kis szent sebzés. Hol tartottunk? Hajnal bácsi a hatóterületén tartózkodva megnő a kitartás regenerál. Hát ez nem érdekel. Lehűlési idő nem érdekel. Erőpajzs regeneráció. Sebez. Nagyobb hatótáv. Hát akkor erőpajzs regeneráció. Itt még egy pont. Akaraterő költség, akaraterő... Na ez is amúgy ilyet. Nem kerül olyan... Annyival többbe. A mérgező entrópi helyett inkább a véglegessége alapigazságát rakjuk be. És akkor itt is vannak még pontok. Jó, 30% crit chance. És egy kis bölcsesség. Jó. Itt pedig van 4 lehetséges pontunk. Amit el lehetne osztani. Erőpajzs. Ételsebzés. El lehetne indulni az ételsebzés irányába. Erőpajzs. Lehet, hogy egy kis védelem kéne. Akaraterő, dühköltség, csökkentés, ellenállás. Ja, menjünk erre ebbe az irányba. Egy kis védelem. Help me, my child. Ezzel a speed volt. Hopp, hopp, egy kis erőpajzs pluszban. A híres lenyoltatott mortár behemót, így van. Ez a lenyugtatott büntető exováz. Ja. Apropó, ha már Arany Jánost szóba hoztad. Father, why did you send Edric after me? You were interfering with the covenant of the blind when Udai was corrupting Amankis. The blind prince whispers with a strong.
kis sebzés erősítés. Újraindítottam a streamet, nem mutattam, amit akartam, és hát úgy néz ki, hogy a Twitch meg közbeszólt, és azt mondta, hogy lehet, hogy én megmutattam, de a nézőknek meg nem mondtam meg, hogy újra elindult a stream. Ha-ha. Igen, beteszem amúgy a chatre, meg tudjátok nézni. Perekedd át magad a H-cella bástyáin. Remélem, hogy jó irányba megyek. Amúgy ez már sajnos nem az első alkalom, hogy azt mondja az OBS, hogy akkor most lefagyok. We're being tailed. Ja, beszélni kell. We're running out of time. I will hold our pursuers here. Now remember, the two mechanisms must be activated at the same time to open the main gate. Valeria, you will have to handle this tower, and you get to the next one. Where do we meet? By the monolith's entrance. Now, go. Érd el a főkapu nyitó mechanizmusát. Teach them the true meaning of a harag igaz jelentését meg kell tanítani. The Western Tower. Itt az öreg mortár behemót. Amúgy, ha már szó volt a magyarításról, én tegnap találtam egy hibát az Elden Ring magyarításban, ugyanis a smaragd sárkány smaragdnak volt írva, D nélkül, úgyhogy én úgy éreztem, hogy az nagyon kihozott az immerzióból. Megvan a negyedik százas karakterem is, a Diablo-ba VV Barbár. VV Barbárról azt hallottam, hogy jó a VV Barbár, csak kár, hogy nem a VV-vel sebzi a legtöbben. De ezt hogy látod?
az a Devil Dust, azok a pörgő kis tornádok. Ú, jó fele jövünk. Aha. Predatorus sebzés, mágikus. Figyóra, jó. Most másik irány. Édes Istenem. Akarom ezt a prédát, nem biztos. Vajon hova vezet minket a szag? Hop, 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 hop. Az előbb azt látom, hogy offline a csatorna problémázott az OBS, aha. Sajnos lefagyott. Majd meg kell néznem a logot, hogy mi történhetett. A Prénának plusz 50% okkult sebzés. Azt mondja, hogy a specialisták segítenek a Prénának a harc során. Armin Storman Duriát mentünk, nekem 9 szüber, többieknek is hasonló mennyiség. Adjuk már, amúgy a szép. Nekem nem volt ilyen szerencsém velük. Bajnok és specialista ellenfelek további egy főellenség módosítót kapnak. Jó van. Annyira lenelfelték a tormented bossokat, hogy nagyon easy, olyan mint a normál. Micsoda, komolyan. Ez a cipő jól néz ki. Olyan kiszámítható egyébként ez, hogy így merre kell menni így a prédával kapcsolatban. Amúgy lehet, hogy most menne a Beast in the Ice, vagy mi. Csak nem tudom, hogy van-e hozzá alapom. Csomó esik, könnyű akkor izé Über Duriát is idézni például. Mert hogy esik egy csomó alap. Minden ötödik feedből esik a stigyán. Ha. Szia Pixel Hunter, szevasztok srácok! Szóval amúgy azt néztem, ez a játék letiltja a start gombot. A pillanat. Jó, legalább altabunk van. Szóval azt akartam nektek mutatni, hogy itt van, hogy szerezd meg az első legendás tárgyadat, achievement, de... 1-2 legendás is van rajtam. Lehet, hogy nem működnek az achievementek, nem tudom.
Kikapcsolták a holy boltot, de ezt gondolom láttad, nem? Még nem néztem. Mióta is megy a Loot Reborn? Egy hónapja? Mi volt az indok, hogy kikapcsolták a holy boltot? Nem lehet, hogy az offline miatt nem adja meg? Lehet amúgy. Mert crash-t okozott a patch óta. Nem is az öreg Blizzard lenne, hogyha hoznak egy patch-et és valami crash-elést okoz. Pedig hát a Blizzardról nem ez jut eszedbe, hogy hoznak valami változást. És gondolom, arról más cégek jutnak eszetekbe. Basszus, eltűnt a Loot Goblin. Vicces amúgy, hogy el tudod használni, csak minek? Ja, úgy van bent, hogy lehet józolni. És gondolom valami figyelmeztet téged, hogy amikor belépsz, mondjuk, hogy ne használd, mert nem fog működni. Gondolom úgy van megcsinálva. Hát feloldalon van üzenet és ennyi. Aha. Hát fura, hogy nem magát az item használatát tiltották le. Még mondjuk talán az is izé lett volna, hogyha mondjuk azt mondják, hogy csak 100-as szinten, vagy mi az, 101-es szinten lehet használni. Mindenki a momentumot használja? Tudjátok, hogy mi az, ami felesleges a játékban, a Diablo 4-ben? A kék glifek. Azokat használja valaki? A kék glifeket? A PvP? Hát a PvP-nek több értelme van, mint a kék glifeknek. Szegény kék glifek. Júj! Valami megszeretgetett itt minket. Amúgy már valószínűleg egy csomó upgrade lenne itt. Persze, azt is lecseréljük. A többit most nem akarom átolvasni. Pixel Hunter, köszi szépen a támogatásodat! You have returned. A másfél évet. Köszi. Okay, time to climb stairs. A lot of them. Legendary glyphek jelentem majd a következő szezonban? You have returned. Ruben, köszi szépen! Köszi szépen a 37 hónapot! Köszi a támogatásodat! Sáncok veregjenek a szövegek Pixel Enternek és Rubennek is egyaránt! Szevasztok! Új. Na
most ez. Na most ez valahogy. Hát és erre kilökött az aurámban. Ez nem is jelent célzott. Amúgy most jövök rá, hogy amióta újraindult a stream, rossz helyen vagyok. De most már korrigálva. Sok cucc esik most amúgy így, amióta ezen a részén vagyunk a mapnak. Jó, hát nem tudom. Aha, jó irányba vagyunk. El is gondolom én. Azt letankoljuk. Lehet, hogy itt bajba leszünk már egyébként, mert hogy már amúgy nem olyan erős a buildünk, mint az elején. Bár még mindig olvadnak az enemik, de már közel se vagyunk olyan erősek, mint az első streamben. This machinery will open the gate once activated. Figyelj a környezetedre. What now? Destroy the power core. They're sabotaging the machinery from above. Oh no, you're not. A nyugati torony tetején szabotálják. Ahogy az energiamag töltődik, a harag hadereje minden bizonnyal megpróbálja majd szabotálni, hogy megakadályozzák a főkapu kinyitását. Ha sikerre járnak, Gernese és az emberei sarokba szorulnak és szétzúzzák őket. Hey, freaks! Leave that power core alone! We have company! Defend yourselves! Majd valószínűleg megint el kell nyomni az ultit. Arrived just in time. Even if they damage the energy source, the machinery still seems to work. Oh, nézzétek, milyen pajzsom van. Van olyan izé a hátamon, mint a nagy menőknek. Destroy the power core. Öljétek meg a kótnyerest. I have to hold until the main gate opens. You resist, the more of us will come to end your struggle. Azt néztem, hogy ő combos darab. This is getting out of hand. I can't do that. Na ilyen se volt, hogy menekülnem kell. Whoa. I do not like that. Bring final peace to the stirring one. We made it. Öld meg Nikolást. Full power. The main gate opens. Az egyensúly lándzsáját.
Ez egy komolyabb fight volt már azért. Milyen komoly ajtó szerkezet. The gate is open. They have done it. Everybody inside. Hey! Frodoért. A megyért. Ajaj. On me, Daybreakers. We take them head on. Hát az ilyen epikus ajtónyitásoknál Frodoért kell beszaladni az ajtón. Én úgy hallottam. Írd el a monolit bejáratát. Though I must now face your resentment. I'm glad you found your way back to me, daughter. You still haven't redeemed yourself. There is no redemption for the likes of me. Nor do I seek it. I worry, however, about that creeping darkness that plagues your mind. You created it, nurtured it. Betrayal will do that to people. Is that so? Gyorsan kirakunk még itt két pontot. Azt mondja, hogy erőpajzs, regenerációs késleltetés csökkentés, meg sebesség, meg késleltetés csökkentés. Úgyhogy hamarabb fog regenerálódni az erőpajzs, talán erősebbek leszünk, jobban bírjuk. Szia, láttad az új Metroid Trillet? Nem, viszont látom, hogy tegnap volt a Nintendo Direct, és lesz úgy Zelda, meg valami új Luigi, vagy Mario, nem tudom, valami ilyesmi. Meg látom, hogy lesz új Metroid is. De nem látom a trailereket. Mentoring the three of you so that you may survive this harsh world. Survival is all that matters. I failed Edric, but I didn't fail you, Valeria. Nor did I fail your ascended sister. My teachings are within your every breath because of that simple fact. You pushed death away, you survived. No matter what happened, no matter what happens, the two of you will always be the children of Hemlock, my pride. I understand, Father. I will need time, but I understand. Szevasztok, szevasztok. Én jobban örültem volna, hogyha nem látom, bár ez személyes preferencia. Az a helyzet, hogy én nem nagyon játszottam még Metroiddal emlékeim szerint, és a Zeldákból is ugye a Breath of the Wild volt nekem az első, szóval így én nem vagyok akkora fan, mint a legtöbben közületek. Val, you're okay. Yes. Let us push the past aside and... Le kell győznünk egy bukottat. Where's Ganez? He should be here by now. They must have encountered resistance on the way here. We're running out of time. We need the Hellion. Then let's go. We must help Ganez. We will rescue what we can with Valeria. Child, megtisztítjuk az utat a szertartáshoz. Every second we save will ease our task. Sister, I will. Get the Hellion. Valeria, on me. I'll see you two up there. This is it. Now to find the conflux. Jól néz ki amúgy ez a pálya. Ez a pálya, ez király. Látom, hogy dupla B, azt hittem már a WoW megy. Ennyire hiányzik Iston. Annyi a bajom vele, hogy FPS. Én azt hittem a Metroidok azok ilyen
action platformerek. Azok voltak? Aha. De a Prime az 3D. Ja, azt nem, ezeket nem vágom. Én, nekem tényleg csak annyi volt meg, hogy a Metroid az ilyen action platformer. De jól nézzünk ki amúgy. Járvány kitörés, az lehet, hogy nekünk való. A new toy to play with. Nice. Szóval, nem ez. Ellenfelek vagy megidézett lények megölésekor felrobbantja a holttestet és területi sebzést okoz. Igen, most van ilyen Azeroth Welcome to Azeroth Bundle, vagy micsoda, és akkor abban van 60 hónap sub. Meg Dragonflight kiegészítő. Igen. A 30 euróért a 2 hónap az nem nagy szám, mert hogy 15 euró az 1 hónap. A nem kedvezményes ár. Ha jól tudom. 60 hónapot mondtam? Rosszul mondtam, 60 napot akartam. Hogyha 60 hónap lenne Istog, akkor te jönnél vovozni, jól értem? Mhm. Wi-Fi, azt mondta. Az mi? Hogy nyomja? Fertőzött ősi őrző nyomta itt a gépágyút. Okkult sebzés. Hadd legyen okkult sebzés. Aha, nem jó fele megyünk, srácok. My endurance is waning. Mi a max szint amúgy ebben a játékban? Valaki vágja? Hatvan? Hetven? Két gyűrű is potyán most. Basszus.
ott a lót, azt ott, ott állt rajta egy enemy. Visszafele kell menni. Jó, nem. Nem, visszafele kell menni. Mázi. 90? Ó, az mondjuk komoly. Hát akkor még a felénél se járunk. Ölj ellenfeleket könnyűrtelenül, hogy a vérszomjsáva tele maradjon. Vérszomi sáv. Az melyik? Ez baj. Tehát ez a game, hogy rendkívül negatív lett az értékelése, az, hogy befejezték a támogatását. És leállítják a multiszervereket szeptembertől. Az mi? Lenyugtatott büntető exováz. Aha. Nem is erre kellett amúgy jönni. Jó helyen vagyunk látszólag. Aha. Lehet, hogy ott még lehet venni. És be se fejezték, és úgy hagyják ott, hogy ezért késznek. Nem tudom. Nem tudom, az a helyzet, nem vágom. Na, srácok, utolsó nyom következik. De remélem, hogy ebbe az irányba kell menni, mert nem igazán látom, hogy most hogyan tovább. Hogyan és miként tovább. Istog, nagy wolf szakértő, aha. Nem nyomja, de már lexikális tudása. Honnan? Ja. Na, boss fight. Én is lenyugtattam, srácok, az Aurora lovagot.
Raidre kéne? Panda Remix Raidre kéne carry? Na, megvan, hogy merre kell menni. Szeretném a nyakláncot, de az én karakterem nem vásátol bosszokat. Hát nem is értem. Hogy lehet, hogy nem vásátol az bosszokat? Beszélj Anna Szarettel. Kipipálta, de hát még nem is beszéltem vele. Te vagy az? Mi? Az aura, ami körülvesz még azokat is, akik nem ismerik a világ mágiáját. I met your kind before. You're a primordial guardian, aren't you? Yes. I am a Nazareth. A Nazareth. A názáreti. Az a neve, hogy a názáreti. It will not be long before he clambers from the abyss, his fury spilling over creation. A lényeg, hogy Ahriman ne kapaszkodjon ki a világunkba. Then let's make our way to the conflux, together. Certainly. Know that blocking our path is a magical barrier. Három erős varázs használó hangolódott rá erre az akadályra. Jó. Jó, mehet. Én is mehetek el, hát én most kiadjam. Vajon miért van az, hogy látom már eleve a térképen? Sehol egy jó kis felfedezés. Ők itt az Aberrált herceg fanatikusai? Valami ilyesmi. Arató. Ugye meg lesz a 40-es szint. A konfluxba a vezető átjáró. Araman's instruments have to be close. It's not possible. Kaptam. Ja, ő volt az egyik? Hát azt hittem, hogy ennél... Na, jó van, akkor nem is... Akkor csak range-be vagyunk. Aha, itt van. Egy mínusz. Egy jó fegyver kéne. Bye.
Valami nagyon durva dotot rakott rám. Na jó van. De így nem tudtam kihílálni magam. Na, most akkor lefelem. Még kétszer hallatok meg. Na megvan a 40-es szint. That was the last of them. You should be able Not to kiss, break through the barrier. Kiss, Shazok. I can feel it. Karaman's fury rises with each passing second. Let us press on. Now quick. We must reach the conflux. Most kéne még gyorsan visszamenni. Around, I'm sure you'll find something that takes your fancy. A fine item. Thank you very much. Ezen van életerő regeneráció. Ez egy jó kis defes gyűrűnek tűnik. Neked kell érned. I will give you the time you need to halt Ahriman's ascension. Thank you, Anasareth. And ascend it. Yes? Do not fail. Az a tanácsa, hogy ne bukjak el. Köszi. Akkor ezt fogom csinálni, srácok. Szerintem valami nem jó. Valami nem volt jó.
Elbuktunk. I make yeah. This. Megölhetjük a hármat újra. Hogy ezt elmentett, hogy milyen legyen az inventorim, de azt nem mentett el, hogy hol tartok a progressbe, vagy a progressbe simán csak nincs ott mentés. Here we are, the passage to the conflux. Then let's move quickly. Araman's instruments have... Szóval most a legrövidebb úton próbálom ezt megcsinálni. I need a breather. Finish this. I can feel the abyss. Araman is coming. His fury grows ever stronger. Killing me won't change that. Nincs mentés? Hát az elején mentett ugye a pálya elején. Gotta catch my breath. Szevasz, ezt ismerős ez a pálya Diablo-ból? Ez ilyen crossover. Van egy 65-ös Thanos-os karakterem? Én ilyen démoni véző vagyok. Shall open, and your fate will be sealed. I've got to be more careful. Honnan jövünk? Megyik. Honnan megyek le, ahonnan jöttem? Ennek volt valami olyan sebzés, amit így nem, egyszer nem tudok kihílálni. Én most nyomom először ezt a gémet. Was the last of them. You should be able to break through the barrier now. It has begun. I can feel it. Araman's fury rises with each passing second. Now quick. We must reach the conflux. No. Yet.
Na most! Jó. The beams of the sleeper, the aberrant and the puppeteer converge. I did my part. Itt lesz a Malta el. This journey ends now. Ismerős hangokat hallasz magad mögül. Ide értek. Épp időben érkeztetek mindannyian, hogy megállítsátok Ahriman idézését, mielőtt egyáltalán elkezdődne. Közel a győzelem. One final push. Victory is at hand. What is that? The abyssal portal. It is open. A mélység kapuját nyitják ki. The searing song be with us. Az baj. Világít a szeme, az azt jelenti, hogy rossz. Nothing but a slave. How could you? You really thought Araman could set me free that easily? This is the fallen Duke of Fury you're facing, Valeria. We lost. He wins. Never. No matter the odds. Sose nem számít az esély. You betrayed us for the last time. Egyedül harcol ugye Heimlock ellen. Show me your wrath. I know your every move, child. I made you, molded you. Let me ease your pain, daughter. Father. I wish there was another way. Karakterünk meg közben alszik. Az komoly! Ott nézte közben. You just can't accept defeat, can you? Even if you won, she would fall into the abyss. Your sister. Na jó, azt hittem, hogy hív a futár. Helion is gone. This is all point. There is no giving up on. She suffers because of you, because of your stubbornness, because of your ego. Surrender to my axe. This is a better fate than enslavement. Optimus, az Optimus-os ízét hozzánk. Az baj, mert vagyok fagyasztva. De Agostinának az Optimus-os ízét építős. Utcaság, ugye? If you had listened when I exiled you, you would have had time to train and maybe save this world. But you threw. Ugye az első számok alapján már ugye összeépítettem a fejet, és akkor most jön a többi rész, és ugye addig várok, ameddig. I will break you. Így nagyobb dolgokat meg nem tudok építeni. Az igen. Milyen menő lett. Vajon hány fézes lesz ez a fáj? Az baj. Valamik nagyon sebeztek, de nem tudtam rájönni, hogy mi lehet az. Jó, megvan a boss. Lambak was right, you can't change the outcome. Ah,
Basszus, ez azt jelezte, hogy jön rám. Hát akkor lehet, hogy ez nem lesznek halál nélkül. Mint hogyha még valami healelni is. Semmit nem érzett ebből. Az baj lehet. Where is Amethea? Where are her lights? She is alive. Don't you see? There is no primordial to save us now. Most nem tudom, mi történik. Hoppá! Gernes átalakult. You can't stop Fury's ascent. I can't. She will. I will obliterate you! You and I aren't finished. Oh, yeah. You will pay for your insolence. Yeah, what's wrong? Annyi effekt van a földön, nem látom, mi történik. Itt valami sebez amúgy engem. Hát akkor úgy néz ki, hogy agyon csapott. És meghaltunk. Megvolt az első halál. Even if you won, she would fall into the abyss. Your sister is gone. The Hellion is gone. There is no giving up on family. Child, she suffers because of you. Because of your stubbornness. Because of your ego. Surrender to my axe. This is a better aha, tehát ez a villámos, ez fáj, hogyha átmegy rajtunk, úgyhogy valószínűleg ez volt az, ami durván megsebzett. Ascended. If you had listened when I exiled you, you would have had time to train and maybe save this world. But you threw all that away to save your sister. She has been holding you back all along. A pointless struggle. Hmm.
Ne vagyok szánolva. Hát ezt nem hiszem el. Nem tudtam semmit se nyomni. Na jó. Was right, you can't change the outcome. Hát arrébb jövök már, megint nem látom, hogy mi van. Nem is kapja. Na és most meg lesz tanult. Ezzel így, ez nem lesz egy jó try. Ja, tehát amikor át van alakulva, akkor teljesen fölöslegesen sebzem. Mert nem érek el vele semmit. A villám remélem nem öl meg. You will pay for your insolence. Pacification awaits us all. Push back, Araman! The portal got... Anathea protects this world! Shield yourself in her lights! Ennyi? Basszus, a vége előtt. A vége előtt. Hát oda lett a halál nélküli végigjátszásunk, srácok. Feel the portal waning. De számít sajnos, Phoenix, most így nem fogunk achievementet kapni azért, mert halál nélkül nyomtok végig.
Ja nem, nem ment a csír, csak van egy achievement, ami ugye ezt nézi. Gernese lassan bezárja a mélység kapuját, és mégis miközben ezt teszi, valami erősödik a másik oldalon. Folytán van az idő, megérkezett a harag. Oh, no. What's happening? Mit szólok az új Assassin's Creed-hez? Tök jó, hogy jön. What's happening? Araman is splitting to get a part of himself through the portal. Faster! She won't make it. Close it now. For the searing song. There's no giving up on family. Ay ay. Ajaj. Megjelölt minket Ahriman. Folytatása következik. Hát igen, nem sikerült a harmadik fejezet halál nélkül. Csak egy achievementet kaptunk. Az örökkévaló ostrom 6 hónappal később. Régi Antennek csinálta volna halál nélkül? Lehet. Champion, is that really you? There were rumors. Everyone thought you were dead. The Order of Ashara. Where are they? The Order? They're in the palace. But they're... Milyen flagma volt? Juss át a palota őrökön. We've been waiting for ages. From what I can tell, they're an order of knights dispatched from home. Azt hittem, hogy kapcsolni fog a teleportos. Na, hát srácok. Ismét haladtunk a Volcenessel. Igaz, nem néztük meg a hybrid buildet, már úgy gondoltam, hogy még van idő. Még van idő itt az Act 3-ba, de... Egy gyorsabban eljött, mint azt én gondoltam a vég. Úgyhogy innen folytatjuk majd legközelebb a végtelen ostrommal. Kíváncsi vagyok, hogy ez mégis milyen fejezet. Miket lehet majd még itt csinálni, mennyivel tudok még erősebb lenni, de a 41. szintig jutottunk most el, és hát sajnos meghaltunk, úgyhogy most már nem kapunk ilyen menő achievementet. Sajnos feladta nekünk a leckét Heimlock, de az alapjáték, sztoriát azt már így most már tudjuk, hogy mi van. Bár nem volt olyan nagy a katarzis a végén, de hát vége lett az alapjátéknak, úgyhogy jön majd legközelebb a 4. akt, megnézzük azt is, hogy milyen, nem tudom majd meddig fog tartani, de az alapján, amit mondtatok, valószínűleg nem csak egy stream lesz. Köszi a figyelmet, remélem, hogy élveztétek, srácok!